Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, értemes lesz! Igazi futballünnep volt a PMFC pályán vasárnap. Először a PMSC öregfiúk Újpest öregfiúk mérkőzést láthatta a közönség, majd a legendák után Vas László együttese 3-0-ra nyert a Zorán Kuntics vezette Kecskemét ellen. A PMFC ezzel a győzelmével továbbra is veretlenül vezeti az MB3 középcsoportját. Mészáros Ferenc, Toma Árpád, Megyeri Károly, Lőrinc Antal és Tomka János, ki ne ismerné ezeket a neveket. Egyre többen vannak a PMSC öreg fiúk egyesületének tagjai. Ők mindannyian legalább egy élvonalbeli vagy MB2-es mérkőzést játszottak a PMFC-ben vagy annak elődjében. Az idén alakult egyesület célja a pécsi labdarúgás népszerűsítése, hírnevének öregbítése. A PMFC vasárnapi MB3-as összecsapásának felvezetéseként gólgazdag gála mérkőzést játszott a PMSC és az UTE öreg fiúk csapata. Érzelmileg egy komoly dolog, már mind a két csapatban játszottam, és azt gondolom, hogy szenzációs eredményeket értünk el, és milyen érdekes az élet, hogy Újpesten is egyszeres kupagyőztes vagyok, Pécsett is egyszeres kupagyőztes vagyok. Ott egy bronzérem, itt egy bronzérem. Ott egy ezüstérem, itt egy ezüstérem. Úgyhogy olyan, mintha a libikóka ki lenne egyenlítve. Csodás érzés, hogy eljött a volt csapatom, és játszhatom a volt csapatomba, tehát hogy mind a két múltidő igaz, a PMSC-re is igaz, az Újpestre is igaz. Hát jó érzéssel tölt el nagyon. A tervek szerint havonta egyszer összegyűlnek a legendák, és a multidézés mellett a jelennel és a jövővel is foglalkoznak. A hétvégihez hasonló gálamérkőzéseket szerveznek, jótékonysági akciókban vesznek részt, de gondolnak az utánpótlás elismerésére is. A PMS Szöregfők Egyesület második komoly rendezvénye, ugye az első az idősebb dárdai pár emlékmérkőzés emléknap volt, ugye ez a második, ahol a Újpest öregfiúk érkeztek ide a meccsekaljára. Hát, mint hogy eddig is a PMX öreg fiúk, azok mindig összeálltak. Egy ilyen eseményre azonban még többen lettünk, hiszen mindenki szeretné magát megmutatni egy jó előkészített pályán, fantasztikus időben, ugye az Újpest öreg fiúk ellen összemérni magát, úgyhogy mi is előcsapattal állunk fel. Folyamatosan bővül a PMX öreg fiúk egyesület, mint hogy eddig is. A célunk azonban az, hogy nem akarunk senkire semmiféle nyomást helyezni ezzel, aki szeretne közénk tartozni, azt nagy szeretettel várjuk, és bízom benne, hogy még azért az egyesületnek a létszáma tovább fog nőni. Vannak terveink folyamatosan, igen, úgy terveztük, hogy december 7-én vasárnap szeretnénk egy teremtornát kialakítani, vagy létrehozni ugye a Lauber Dezső sportcsarnokban, erre végül is minden esélyünk megvan. Megkaptuk a csarnokot, úgyhogy a szervezés alatt áll még ez az esemény, de öregfiúk torna lesz, úgyhogy oda is nagyon sok szeretettel várunk minden kíváncsi szurkolót. Az öregfiúk ezt követően végignézték a PMFC csapatának 3-0-ás győzelmével záruló Kecskemét elleni hazai bajnoki mérkőzését, ahol az első gólt a 39. percben egy végigvezetett támadás végén Grabant Bence szerezte meg. A 44. percben megduplázta előnyét a PMFC, miután egy levágódó szabadrúgás után a kecskeméti kapus kiütötte a labdát, ami Kónya Dávid elé került, ő pedig nem hibázott, így 2-0-ás állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok. A harmadik gólt Geiger Norbert szerezte a 63. percben, és ezzel beállította a végeredményt. Könnyebb a mai nap után ugye nyilatkoznom, nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert nagyon jó felfogásba és pozitívan mentünk bele a mérkőzésbe, ugye annak tudatában, hogy egy nehéz hét van a hátunk mögött. Rengeteg apró dolog hátráltatta a munkánkat, amit nyilván kifele nem igazán beszéltünk, betegségek, eltiltás, sérülés, de mindenki, aki a mai napon játék lehetőséget kapott, maximálisan oda tette magát, és maximálisan élt a lehetőséggel, és bebizonyította azt, hogy valójában szükség van rá a csapaton belül, és hogy komolyan kell vele számolni. Az első fél idő azt gondolom, hogy nagyon meggyőző volt, mind labdabirtoklásokban, mind helyzet kialakításban az ellenfél fölé tudtunk nőni. Ennek ellenére mondom, hogy Kecskemét nem kezdte úgy a bajnokságot, ahogy elvárták volna tőle, de ez egy jó csapat. Meggyőződésem, hogy ők fogja gyűjtögetni a pontokat, és előrébb fog végezni a tabellán, mint jelenlegi helyzete mutatja. Nem volt könnyű mérkőzés, de 3-0 úgy gondolom magáért beszél.
A Kecskemét vezetőedzője ettől a szezontól az a szabadkai születésű Zorán Kuntics, aki játékosként a KT-et feljuttatta az MB2-be, majd az MB1-es Parmalat FC-nél, aztán pedig a Fradinál bizonyított. A zöldfehérekkel 96-ban megnyerte a bajnokságot, szerepelt a Bajnokok Ligájában is, a Vasasban és a Videotonban is futballozott, mielőtt Szabadkán befejezte volna karrierjét. Edzőként több országban is megfordult már a prolicenses szakember. Magyarországon a Ferencváros utánpótlásában kezdte pályáját. Felnőtt szinten a DVTK-nál dolgozott először, majd a Pápa után a Ferencvárost irányíthatta, és az Ózdi FC-t vezette bajnoki címre a Megye 1-ben. Hát a célokon az, hogy az idén legyünk első 3-4-ben, és ennek megfelelően próbáljuk teljesíteni. A mai meccsről tulajdonképpen a rólunk nem is tudok mondani semmit, mert nem is léteztünk a pályán, sokkal jobb volt az ellenfél. Én pont mondtam a fiúknak, hogy NB3 szinten én nem látom egy ilyen csapat, szóval tényleg mondtam a kollégának, hogy tényleg abszolút jó csapat, modern foci játszottak, agresszívak, gyorsak, szóval elképesztő, milyen jó csapata van, úgyhogy mi asszisztáltunk ma, úgyhogy gratulálok a Pécsnek. A PMFC továbbra is veretlenül vezeti az MB3 középcsoportját. Vas László tanítványai legközelebb szeptember 21-én 15 órától Egerszalókon lépnek pályára. Hibátlan mérleggel mindhárom mérkőzését megnyerve végzett az első helyen a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs kadett lány csapata a harmadik Horváth Judit emléktornán. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia három pályáját a pécsi kosárlabdázás közelmúltban elhunyt nagyjairól nevezte el Ráth Géber László mesteredző. Horváth Judit, Füzi Ákos és Egyed Mihály munkássága előtt tiszteleg ezzel és a róluk elnevezett tornákkal az akadémia. Szeptember 12-én volt 22 éve, hogy elhunyt a pécsi kosárlabdázás egyik ikonja, Horváth Judit. Játékostársai, edzői, barátai, a kosárlabda barátok azonban máig jó szívvel emlékeznek rá. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia három pályája közül az egyik az ő nevét viseli. Hétvégén pedig a róla elnevezett emléktornán felavatták azt a vitrint, mellyel az ő emléke előtt tiszteleg az akadémia. Igen, ez a harmadik Horváth Judit emléktorna, mert az első kettő 2003-ban és 2004-ben nagy válogatott torna volt, ez a Lauber Dezső sportcsarnokban, azóta ugye ez elmaradt, és ez annak a hagyománynak a folytatása. Horváth Juditra még azért kell emlékezni, és ez a feladatunk, hogy sohasem felejtsük el, és ő egy példaérték. Tehát úgy, ahogy ő az akarat erejével elérte azt, mert Juditra, Jucikára sokat lehetett volna mondani, de az, hogy extra tehetséges lett volna, azt nem. Két kézzel dobta a labdát, és ő ez a óriási keresztszalag szakadás után, műtét után keresztszalag nélkül kosárlabdázott. Mesélhetnék nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot. Én személy szerint nagyon sokat köszönhetek neki, mert hogyha nem lett volna Horváth Judit itt a csapatkapitány, én biztos nem ez a Ráth Géber László lennék most, aki most vagyok, és ahogy ő befogadott, ahogy ő tud harcolni azért a csapatért, és felállított óriási értékeket, tehát ő így a magyar válogatott, felnőtt válogatott csapatkapitánya is volt, és reméljük, hogy ezeket az értékeket, amit ő képviselt ebbe a csarnokba, ezen a parkettán, ezen a nevelésen, mi is, a mi játékosaink ezt képviselni tudják. A harmadik Horváth Judit emléktornán a Nemzeti Kosárlabda Akadémia együttese mellett a szlovák Kassa, a szerb Stara Pazova és a bosnyák Bánya Luka vett részt a küzdelemben. A pécsiek a Kassa elleni nyitómérkőzésen 81-57 arányú győzelmet arattak. Az elején ugye az első fél időben még nagyon fejfej mellett haladt a két csapat, de ugye a Niki a centerünk begyűjtött 4 faltot, de a második fél időben szerintem jobban figyeltünk a gyenge oldali védekezésre, és a védekezésünket jobban össze tudtunk rakni, és ebből ugye eljöttek a támadások, és ugye egy nagyobb előnyre tudtunk szert tenni. Most jöttem Pécsre, és a célom az, hogy itt egy nagyon magas profi szintre eljussak a kosárlabdába, hogy utána majd akármilyen, akár Euróligás, vagy Európa kupás csapathoz, hát ugye például a Pécs az is majd bele tudjak erősödni a felnőtt mezőnybe viszonylag hamar.
A kadett csapat augusztus óta készül együtt. A cél a 8 közé kerülés a korosztályos bajnokságban. A Horváth Judit emléktorna jól szolgálta a felkészülést. Ebben a szezonban igazából a célok mindenképp a 8 közé jutás, de ez ugye távoli cél, inkább hónapról hónapra mindig próbálunk apróbb célokat felépíteni, és ezeket követjük, ezeket elérni. A folytatásban is jól játszottak a pécsi lányok, hiszen a Kassa utáni győzelem után a Banja Luka elleni találkozót 68-64-re, a Sztárápázova elleni összecsapást pedig 79-33-ra nyerte a házigazda gárda. Pozitív mérleggel zárt a Kassa is, hiszen csak a pécsiektől kaptak ki, így a második helyen végeztek. Harmadik lett a Banja Luka, a Sztárápázova pedig a negyedik helyen zárta a hétvégét. A torna legértékesebb játékosa, vagyis MVP-je, Édesemese, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs kosarasa lett. Az All-Star csapatban helyet kapott a házigazdák két játékosa, Varga Napsugár és Orbán Alexandra. A legjobb hazai játékosnak Olavui Adenikét választották. Hétvégén elrajtolt a kézilabda NB1-B-s bajnokság. A Kozár Mislenyesen női felnőtt csapata a tavalyi szezon bronzéremmel zárta, és idén is érmes reményekkel vágott neki a küzdelmeknek. Az idén nyitón a Dorog gárdája volt Kovács Tamás tanítványainak ellenfele, akiket óriási küzdelemben mindössze egy góllal sikerült legyőzniük a lányoknak. A Kozár Mislenyese, Dorog Ese, NB1-B-s női kézilabda mérkőzés első félidejében ment az adok-kapok, fejfej mellett haladtak a csapatok. A házigazdák hiába diktáltak óriási tempót, akárcsak a bajnokság főpróbáján, a nagyatádi Rinyamenti KC elleni ligakupa meccsen a védekezés nem igazán állt össze, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen két gólos vendégelőnnyel mentek pihenőre a csapatok. A második játék részre aztán feljavult a védekezés, de az első fél órában tapasztalt pontos befejezések elmaradtak, így a házigazdák futottak az eredmény után. 6 perccel a találkozó vége előtt vette át a vezetést a Kozár Mislenyese, de kiegyenlített a Dorog. Kevesebb, mint 10 másodperc volt vissza a mérkőzésből, amikor egy olyan játékelemmel harcoltak ki a lányok egy 7 méterest, amit edzésen gyakoroltak. A meccs embere Polics Tímea volt, aki értékesítette a büntetőt, és ezzel 29-28 arányban nyertek a házigazdák a szezonnyitón. Az első fél időben nem úgy jött ki a lépés se nekem, se a csapatnak, hogy elterveztük, és ez rányomta a bélyegét az egész meccsre, mert ugye végig küzdöttünk azért, hogy elérjük a győzelmet, de a szívünk végig a helyén volt, és szerintem ezért sikerült megnyernünk ezt a meccset. Soha nem mondok olyat, hogy meg voltam elégedve. Az első fél időben nagyon nem találtam se a kaput, se a társaimat. A második fél időben próbáltam összeszedni magam, és talán ezért sikerült az utolsó hetest is belülnöm. Kovács Tamás vezetőedző a találkozó után elmondta, ha szerencsével is, de megnyerték a szezonnyitó meccset, és ezért nagyon sokat tett a csapat. Van egy mondás, hogy megpróbálom jól elmondani, hogy a kapufa éle igazságos. Vannak pattam be, akit ezt érte a héten. Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tettünk érte, nem csak a héten, az elmúlt hetekben, és hát behúztuk ezt a meccset. Hozzá kell tenni, és hogyha a szívünkre tesszük, akkor óriási szerencsénk volt ebbe a történetbe, de és nagyon nagy gratulációm a dorogi csapatnak. De megint előjött az a pozitív dolog, hogy folyamatosan van hitünk, folyamatosan hiszünk abba, hogy itt nincs elveszett labda, nincs elveszett mérkőzés. Én azt gondolom, hogy nagyon sok csapat ebből a kapott gólból már nem biztos, hogy ideért volna. Mi ideértünk, és mi kiharcoltunk egy hetest. Hát ettől van az a bizonyos nagy kozármistani szív. Gratulálok a csapatomnak, már ez csak és kizárólag csapatmunkaként és hittel ment. Hát ennyit láttam most. Egy NEKA elleni hétközi Magyar Kupa mérkőzés után szombaton Dunaújvárosban játszik Kovács Tamás együttese a bajnokság második fordulójában. Megvédve címét, a PVSK Veolia csapata nyerte a Matro PVSK centenáriumi kupát. A kétnapos pécsi tornán a PVSK Veolia mellett a Jászberény, a Szeged és az Oroszlány vett részt. A bronzmeccset a Szeged nyerte, legyőzve a Jászberény gárdáját. A döntőben az élvonal újonca, az Oroszlány volt a PVSK Veolia ellenfele. Csirke Ferenc együttese kiélezett küzdelemben tudott nyerni.
Az Orosz László emléktornán elért bronzérem után már is egy újabb, ráadásul saját rendezésű tornán szerepelt kiválóan a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Az idei Matro PVSK kupa a 100 éves egyesület centenáriumi rendezvénysorozatának egyik állomása lett. A kétnapos pécsi torna első játéknapján a Jászberény ellen kezdtek a pécsiek. Egy sokáig kiegyenlített meccsen a harmadik 10 percben lehengerlően játszva tudott nyerni a PVSK Veolia. Itt csütörtökön döntőt játszhattak a házigazdák. A bronzmeccset a Szeged nyerte, legyőzve a Jászberény gárdáját. A döntőben az élvonal újonca az oroszlány volt a PVSK Veolia ellenfele. Csirke Ferenc együttesek kiélezett küzdelemben 72-70 arányban tudott győzni az OSE ellen. I can say that cup was good, it was good teams. Jó meccseket játszottunk jó csapatok ellen. Hazai pályán meg szerettük volna mutatni, hogy a tavalyihoz hasonló erős gárdája van a PVSK-nak. Ma volt, hogy rossz döntéseket hoztunk, a védekezésünk is gyenge volt, és a dobások sem voltak az igaziak. Azt hiszem, rossz napot fogtunk ki. Tehát vannak hibáink, amik jó, hogy most jöttek ki, mert igyekszünk kijavítani azokat a bajnoki rajtig. Nyertünk, ez a lényeg. Köszönjük a szurkolóknak, hogy biztattak minket. Sokat jelentett nekünk, a hibáinkat pedig javítjuk. Azért edzünk. A PVSK Veolia csapata magasra tette a mércét, hiszen a harmadik helyen zárták a 2018-19-es idényt, ráadásul a nemzetközi kupa szereplést is vállalta a gárda. Ha azt mondanám, hogy tetszett, akkor lehet, hogy hazudnék. Ugye két ellentétes mérkőzést láttunk, az első mérkőzésen inkább a védekezéssel volt problémánk, a mai mérkőzésen inkább a támadásra. Úgyhogy van még két hetünk, hogy összetegyük azt, hogy a egy meccsközésen belül jól működjön a védekezés támadás, de ehhez nagyon sok játékosnak fejbe is egy kicsit változtatni kell a dolgokon, úgyhogy megyünk tovább. Annak örülök, hogy azért megnyertük ezt a mérkőzést, beúsztunk egy végjátékot, de meg a védekezésnek is helyel közzel azt mondom, hogy működött, de ennél sokkal több kell. Az élvonal újonca, az oroszlány jó játékkal lett ezüstérmes a centenáriumi kupán. First I want to thank the home team for organization for Először is köszönjük a házigazdáknak a meghívást, nagyon jól szervezett torna volt, és két erős meccset játszottunk élvonalbeli csapatok ellen, ami számunkra újdonság. Most először játszott együtt a csapatunk, még csak ismerkednek egymással a játékosok. Az első benyomás pozitív, nem fogunk feltett kézzel pályára lépni. Újoncok vagyunk, meccsről meccsre tűzzük ki a céljainkat, a szezon felénél meglátjuk majd, mire vagyunk képesek. A PVSK a bérletárusítást már megkezdte az új szezonra. A tavalyihoz képest minimális emelés történt, viszont a bérletek érvényesek a FIBA Europe Cup mérkőzéseire is. A bajnokságot szeptember 27-én a Szeged ellen kezdi meg a csapat hazai pályán. Ami az abszolút győztest illeti, nem történt változás, így meglepetés sem született a népszerű Bonyhád és Bátaszék között zajló, az átlagosnál jóval nehezebb félmaratoni futóversenyen. A szekszárdi Orsós Zoltán rajt célgyőzelmet aratva 5-5-ször nyerte meg a 24 kilométeres versenyt. Ezúttal is lehetőség volt párban, illetve háromfős csapatban teljesíteni a távot. Velük együtt több mint 200-an rajtoltak el Bonyhádról vasárnap délelőtt. Ami a versenysport értékét illeti, ismét egyesélyesnek volt nevezhető a Bátaszék-Bonyhád futóverseny. A négyszeres győztes szekszárdi futó Orsós Zoltánnak nem akadt igazán ellenfele ezen a 24 kilométeren most sem. Az amatőr hosszú távfutók szüke bélmezőjéhez tartozó 34 éves versenyző már a bonyhádi rajt után nagyon elfutott a többiektől a cirka 200 főt számláló mezőnyben. 6 kilométer után egy legény tudott még 2,5 percre közelében lenni. Aztán fél táv után a Mórágyi emelkedők vételét követően a bajai egyébként triatlonista Veréb Dávid, a Mogyiese versenyző is szép lassan lemaradt a gazella léptő szekszárdi srácról, aki még hegymenetben is olykor 5 percen belül ezreket futott, mert ugyebár igazándiból csak az órával versenyzett. Elérte fő célját azt, hogy másfél órán belül tudja le az amúgy nehéz terepen zajló versenyt. Az elején már nagyon jó volt a formám, és érezte, hogy menni kell, és akkor mondtak nekem, hogy 16 sebességgel már robotottam végig, mint egy állat. Érezte, hogy teli voltam energiával.
Orsó Zolinak egy jó kis edzéssel ért fel a Bonyhád Bátaszék, amit ötösször nyert meg, mert hogy a spármaratonra készül egy jó erőkből álló szekszári csapat tagjaként. Jó lenne, hogy most 2 óra 50-en van, most 2 óra 40-et szeretnék teljesíteni. Kíváncsian vártuk a bátaszéki célban az első női befutót, aki az abszolút női győztes is volt egyben. A tavalyi bronzérmes szintén szexádi dr. Ágoston Piroska nyerte a nőknél az idei versenyt, neki ebbéli sikerélménye ellenére továbbra sincsenek nagy céljai a futással kapcsolatos. Ez inkább ilyen stresszlevezetés nekem, vagy valami ilyesmi, és azért futok, hogy mert jól érzem magam tőle. Nem, ez a cél, hogy egészséges legyek, jól érezzem magamat, szép helyekre jussak el, erdőbe, terepen, ilyesmi. Nincsen edzőm, én futok olyan, hát olyan 60-70 kilométert hetente, és kész ennyi. Nagyon sokáig futni boldogan, ez a cél, semmi más. A fővárosból érkező Tolna megyei kötődési Takás László is alapvetően ezért fut egyre hosszabb távokat, és szeretne fokozatosan haragni az idejéből. Abszolút elégedett vagyok, arra törekedtem, hogy ilyen 4.35 körüli tempót tudjak menni, ami ezen a Timbes-Dombos területen az elég nagy kihívás, mert ugye lefelé az ember 4 perc körül itt, vagy én 4 perc körül tudok menni, amikor meg a két nagy emelkedő van, akkor 5 percen kívüli, tehát nagyon fontos, hogy se a hegyen fölfele, se a hegyen lefele ne szálljon el az emberrel a ló, mert mind a két ilyen nehéz szakasz még a táv első felébe van. A bátaszéki megérkezés katarzisa látványosan kiült az arcokra jó néhány versenyzőnél. A párban teljesítők adva a látszatra egy-egy futottak beszélbe. Országos katasztrófavédelmi íjászversenyt rendeztek Szekszárd mellett. A versenynek már 4 éves hagyománya van. Negyedik alkalommal rendeztek a Szekszárdtól 15 kilométerre található Sötétvölgyben országos íjászversenyt a belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek munkatársainak. Ezt az alapozta meg, hogy találtunk egy remek helyszínt, egy kiváló helyszínt, amely itt Szekszárd mellett a Sötétvölgyi erdőben, a Gyermek és Ifjúságvédelmi Központban önkormányzati területen helyezkedik. Tehát ez volt az első lépés. A második az, hogy találtunk egy olyan partnert az Aliszka Nyílai Egyesület személyében, aki mind technikában, mind pedig az előkészítésben nagyon nagy segítséget tudott nyújtani számunkra, és ez az együttműködés azóta is folyamatos. A Sötétvölgyi helyszín eredetileg katasztrófa védelmi és tűzoltó versenynek adott otthont, ám a verseny az évek alatt jócskán kibővült, már ami a nevezők munkahelyét illeti. Országos katasztrófavédelmi versenyről beszélünk, mégis ez a rendvédelmi szervek családjában kiterjedt, tehát itt van az országgyűlési őrség, itt a rendőrség, itt a büntetésvégrehajtási intézetnek a munkatársa, családok jönnek, barátságok köttetnek és köttetnek, és ez számomra nagyon-nagyon fontos. Talán még az üzenete ennek a versenynek, mint minden fegyveres versenyszámnak, hogy azok a résztvevők, akik eljönnek és megmérettetnek ezen a versenyen, azok mind a magánéletükben, mind pedig a munkájukban, a szakmájukban, a hivatásukban olyan fegyelmezettek, olyan felkészültek, amely feltétele ennek a fegyveres versenyszámnak. A szervezők igyekeztek olyan pályát kialakítani, amit a profik és az íjászatban kevésbé járatosak is kényelmesen tudnak használni. Ezen a versenyen 3 egyenértékű lövés van, aminek az összpontszáma egy-egy cél után az határozza meg a találatokat. A versenyzők 8 kategóriában haladtak végig a 24 cél tartalmazó pályán, ahol életű háromdimenziós célpontokra lőhették ki nyilaikat. Próbáltuk mindenféle technikai dolgot bevetni, hogy élvezetes és jó pálya legyen. Azért ezen a versenyen elég sok tapasztalt íjász van, és hát ő nekik már azért az élvezeti faktort kicsit följebb kell emeljük, hogy ők is tudják élvezni. Vannak amatőrök is, vannak olyan úgymond ajándékcélok, de hát egy íjász versenyen, amit ajándékcélnak vélünk, néha az szokott lenni a legnehezebb. A Szekszárd melletti Sötétvölgy rendszeresen ad otthont rangos íjászversenyeknek. Több nemzetközi és magyar versenyt is bonyolítottak már el a különböző egyesületek, hiszen 2 működik Szekszárdon, ugye szekszárdiak a tavalyi EB-n nagyon jól szerepeltek. Jövőre itt Sötétvölgyben rendezik meg a háromdimenziós világbajnokságot, amire közel 1000 versenyzőt várnak. Az ideérkező közel 1000 fővel óriási hírverés jelentett a városnak, városmarketing szempontból egy nagyon fontos lépés. És azért is fontosak ezek a versenyek, mert akik eljönnek ide Szekszárdra, akár csak egy ilyen verseny keretében, és egy napot vagy egy
két napot itt tudnak tölteni, ők megismerik a várost, és akkor talán reméljük, hogy aztán a későbbiekben turistaként, vagy éppen csak látogatóként, de visszalátogatnak, és azt gondolom, hogy abból a célból, amit mi kitűztünk magunk elé, hogy a turizmus egy nagyon fontos ágazat a Szekszárd jövőjében és életében, azt erősítik. Apró lépés, de fontos lépés. A hosszú távú csapatversenyt idén a Balatonfűzfői együttes, míg a rövid távút a mosonmagyaróvári rendőrségi íjászai nyerték. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra.